Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Weber Gábor, Forma 1-es kommentátor. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor. Szia Dávid, köszönöm a kívást. Köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél hozzánk így a szezon előtt. Csütörtökön kezdődik majd az első szabad edzésekkel a 2024-es szezon, és ugye az első két futam szombaton lesz. Lehet, hogy ezt még a szurkolóknak továbbra is szokniuk kell, de összességében talán az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy Lewis Hamilton-tól mit várhatunk azután, hogy biztossá vált, hogy ez az utolsó Mercedes-es éve, holott ő mindig is a Mercedes patronátja volt még akkor is, amikor a McLarenben szerepelt, hiszen akkor a Mercedes adta a motorokat a Hawkingiaknak. Ez egy bomba meglepetés volt egy szűk hónappal ezelőtt ez a hír, amikor még csak olyan kacsaként előkerült valamikor a reggel folyamán, aztán délutára már valóságá vált, illetve már akkor is valóság volt, csak még nem jelentették be. Eh, nagy meglepetés, ha bár abból a szempontból számomra nem az, lenne, szerintem sokak számára sem, akik én éreztem mindig a, a lehetőségét annak, hogy Hamiltonból Ferrari piróta lesz elő vagy utóbb, inkább az időzítés lepett meg. Tehát én 2019-től sokkal inkább éreztem azokban az években, amikor ugye kétszer is hosszabbítottam a mercedes ott nagyon éreztem volna, hogy, hogy váltson a Ferrari és ezt a fajta kihívást, ezt még a pályafutása utolsó harmadára valahogy így berakja, de hát így lassan 40 éves, ugye 39 múlt, ez most már nem éreztem. Sőt, konkrétan nem sokkal, néhány nappal ezelőtt, hogy ez a hír bejelentésre került, volt egy online műsor, amiben pont erről beszéltünk, hogy verstappen el tudom-e képzelni, majd Ferrari pilótaként, és azt mondtam, hogy abszolút, mint ahogy egyébként Hamilton is el tudtam volna -e képzelni, de úgy néz ki, hogy ez a hajó már elment, majd ezek után pár nappal mégiscsak kiderült, hogy ez a hajó addigra mégiscsak a kikötőbe ért, vagy a révbe ért. Hosszú idő után. Mert hosszú a Ferrari sok ideje, hosszú ideje szerették volna megszerezni. Igen, és ebben ez a fontos pont, ezt akartam még kiemelni, hogy így, tehát, nehogy azt gondolja valaki, hogy ez most 2024. januárjában fordult elő a felek fejében először. Tehát ez, ez évek óta, amióta ez bent van a pakliban, gyakorlatilag minden évben szerintem volt kisebb vagy nagyobb mértékű közeledés, vagy beszélgetés. Aztán Hamilton mindig úgy döntött a végén, hogy marad a Mercedesnél, mert akkor azt tűnt a jobb választásnak. Most viszont megnézve a szituációját, a Ferrari is váltás tűnt a jobb választásnak. Ha belegondolsz a helyzetébe az elmúlt két évben, amennyire a Mercedes teljesítménye visszaesett, nyilván a bajnoki időköz viszonyítva, megkapta a a George russell akivel ugyan elbír, de azért nagyon hasonló a teljesítményük, és egy nem győztes autót kell vezetni. Az elmúlt két szezon során nem nyert futamot russell egy összejött, egy szerencsés brazil hétvégén, amikor éppen jól működött a Mercedes, de azt sem ő nyerte, mármint Lewis Hamilton, hanem a csapattárs George Russell. Szerintem szóval nem, volt könnyű helyzetben, és azt gondolom, hogy így a Ferrari jelentette ki hívás, elég kecsegtető volt azzal együtt, hogy ismeri a jelenlegi csapatfőnököt, akivel korábban együtt dolgozott GP2-es, GP3-as korszakban, hát a Form 3-as és gp 2 korszakában, amikor bajnok volt, és alapvetően azért a Ferrari jelentette, hogy mondom, az a szimbólum, amit a Ferrari jelent összességében a Forma 1-ben, ami a Ferrari maga a Forma 1 sok szempontból, és a Forma 1 maga a Ferrari, hogyha lehet egy ilyen érdekes képzavarral érni. Azért ez mindenki csábít, az összes versenyző, az összes nagy versenyző ilyen vagy olyan mértékben ebben foglalkozott, ez azért foglalkoztatta őket, és a legtöbbjük valamikor de is szerződött pályafutása során. Ebben az évben, 2024-ben összejöhet a nyolcadik VB annak? Nem, Nem, tizárd dolog. Annyira gyenge a Mercedes? annyira erős a Red Bull, és annyira nagy a lemaradása a Mercedesnek. Tehát, hogyha előre is lép a Mercedes, amit úgy gondolok, hogy így lesz, a Red Bull-al szemben akkor sem lenne könnyű dolguk, hogyha egyébként egáról kezdenék a meccset. Tehát, hogyha megnézett Verstappen teljesítményét az elmúlt években, különösen de. mondjuk a tavalyi évben, akkor egy egából kezdeti évben is iszonyú nehéz dolgod lenne legyőzni Max Verstappen, ha már azt gondolom, hogy Louis pont az a típusú pilóta, aki nem gondolkodna, hanem úgy gondolná, hogy ezt meg tudná tenni, de ettől még nem lenne könnyű dolga, és a Mercedes nincs a Red Bull szintjén. Tehát akkor a Ferrari-ra maradhat az a feladat, hogy Louis Hamiltonnak akár biztosítsa a nyolcadik világbajnoki címet, de vajon erre mekkora esély van? látszik -e ez? Hát az esély 2025-ben nem olyan nagy. Megnézve a téli teszteket, és gondolom, hogy erre úgy is kitérünk, a Ferrari ugyan sokat javult a tavalyi önmagáz képes, de nem tudott igazán a Red Bull sarkára lépni, vagy hát ott van közeledik, és egyértelműen a második erőnek néz ki. De még egy métert nem mentek a szezonban, és nem tudjuk, hogy pontosan a Mercedes hol áll, a McLaren hol áll, az Aston Martin hol áll de az látszik, hogy Ferrari nagyon magabiztos volt, a leggyorsabb időket kanyarították oda a teszten, de hát ez sokszor az abszolút idő nem számít sokat. És azért a számok mögé nézve a Red Bull még mindig elő van, koncepciót váltottak. Tehát a, ha Ferrari második erő is, akkor Louis Hamilton még mindig nem a bajnoki címért megy oda 2025-ben, és nagy valószínűséggel az ő gondolatmenetét is inkább az befolyásolta a gondolkodását, a, sok egyéb plusszal együtt, amit a Ferrari szerződés hoz magával, és erre majd legfeljebb kicsit később kitűrünk az anyagi, meg egyéb szempontokra, de hogy összességében a 2026-os szabályváltás lehet egy igazi nagy lehetőség, amikor teljesen új motorkoncepció jön, biztos, hogy fel fog borulni valamilyen szinten az erős sorrend, hogy merre senki nem tudja megmondani, hogy ez a Red Bullnak jelenthet a még nagyobb lépés előnyt, a Red Bull visszaveti, valamelyik motorgyártó kerül előnybe, nagy valószínűséggel kiindulva abból, hogy a 2014-es kezdetével a Mercedes mekkora előnybe került, itt is benne van a pakliban, hogy valamelyik motorgyártó, hogyha nagyon eltalálja ezt az új motorszabályrendszert, akkor az első években jelentős előre tehet szert, és valószínűleg minden versenyző erre bazírozik magában, és megpróbál egy olyan erős gyári csapathoz kerülni, ahol ő úgy gondolja, hogy ott lehet egy motorelőny, és ez történetesen lehet a Ferrari akár 2026 és gondolom, hogy Louis Hamilton gondolkodását elsősorban 2026 motiválta hogyha Louis Hamilton elmúlt két-három éves teljesítményét nézzük, látszik-e, hogy visszakerülhet-e még önerőből a csúcsra, mondjuk, ha olyan technikát kap, vagy ez már egy levezetés neki? Nem, nem levezetés. Ha megnézed a tavalyi, tavaly előtti olyan futamét, amikor úgy igazán elkapta a fonalat, és volt kedve versenyezni, akkor, akkor nagyon magas szinten teljesített, elég a tavaly év második felét nézni. Ott a motivációvesztés úgy kicsit elpárogott. Szerintem a nyári szünet jót tett neki, és feltöltődve kezdte az őszi szakaszát a bajnokságnak, és nagyon-nagyon jó versenyei voltak. Tényleg a szokásos Lewis hamilton hozta, csak futam nem volt... győzelem nem volt. É, futam győzelem nem volt, mert nem volt rá alkalmas az autó, bár voltak elég szoros, elég közeli eredmények. Ugye például Osztinban nagyon megkergette Max Verstappen, ahol aztán utólag kizárták, mert túl alacsonyan volt az autója. De ezzel együtt azért az a teljesítmény az azt mutatja, hogy Lewis Hamilton, ha kell, akkor még tud harapni. Kérdés, hogy 24 futamon keresztül most hogy tudnánk összeakasztani a bajszukat Ferstappennel? Ugye ezt korábban már megtették, csak azóta Ferstappennél van a kezdeményezés, kicsit, mint a, a röplabdában, hogy a, a te, szerv, te adogatsz, azért az egy egyszerűbb feladat. Most mondjuk úgy, hogy a szerve az Ferstappennél van. Időről időre a sztárok átigazolnak. Meglátjuk, hogy ez Max Verstappen esetében is megtörténik-e minden esetre. Sokszor ezek nem válnak be, ezek az átigazolások, vagy azért, mert rosszul időzítettek, vagy azért, mert gyakorlatilag valaki valamilyen hibát követel. Fernando Alonso átigazolásánál láthattuk azt, hogy akkor, amikor már biztos volt, hogy nem marad a Renault-nál 2006-ban, úgyis világbajnok tudott lenni, nagyon meggyőző teljesítménnyel, Mihály Schumacherrel szemben kivívva második VB címét pedig már tudta, hogy 2007-ben a McLarennél lesz, és az az átigazolás akár be is válhatott volna, végül aztán egy pont és számos konfliktus miatt nem vált be. Összességében hogy látod, mennyire érdemes a sztároknak váltani, és mi kell ahhoz, hogy működjön is a dolog? Erre nincs bevált receptet. mindenki a saját pályáfut, pályafutását intézi, és nincs két egyforma pályafutás. Ez a kétszer nem léphetsz ugyanabban a folyóba esete vannak persze mintapéldák, de hogy azok nem feltétlen egyformák. Nem ugyanaz a korszak, nem ugyanaz a szabályrendszer, nem ugyanannyi gyári csapat, és nem ugyanannyi lehetőség. És hogyha innen nézzük, akkor azt gondolom, hogy mindenki azt kell végig gondolja, hogy neki mi az, ami a fő motivációt jelent. Tehát, itt azért egy fontos dologról talán kevésbé esett szó, hogy tényleg az anyagiaktól kezdve a Ferrari jelentette megbecsülésen, vagy, vagy, vagy a csúcsa futtatáson keresztül a nyolcadik világban, egy sok minden szóba kerül. De azért egy top versenyzőnek, aki már világban egy címeket, meg ennyi győzelmet halmozott, és mindegy, hogy Hamiltonról beszélünk, Alonsoról beszélünk, Verstappenről beszélünk, a nagyokról, akik, akik, tudják, hogy milyen nyerni, és megszokták. Azoknak egyrészt ez nagyon hiányzik, és az, hogy jól működjenek, és tökéletes 100%-ot tudjanak hozni, az kell ez a fajta motiváció, amit a győzelem lehetősége jelent. Elég a lehetőség, nem kell garantálnod a győzelmet, csak érezned kell, hogy megvan rá az esély. És az, az újra fölrakja arra, arra a magas szintre mentálisan, szíhesen egyszerűen úgy tud koncentrálni, ahogy egyébként láttuk, nem véletlenül hoztam szóba a és az előző két év kapcsán, mind a két év elején érződött Hamiltonon. 22 elején és 23 elején is, amikor felismerte, hogy ez az autó sem jó. És, és voltak nehéz futamai, és Russell kvázi a földbe döngölte az éve első felében, májusban mondjuk, vagy az első harmadában, és ott nagyon nagy különbséggel Russell volt a kezdeményező csapaton belül, aztán, aztán fordult a kocka, és billent a és Hamilton visszahozta magát és pontosan ez a fajta motiváció az, amit egy ilyen váltás eredményezhet, és ezt kell jól megérezni egy versenyzőnek, hogy ne kergesen déli bábokat, tehát csak látpulvár azért ne váltson csapatot, hogy na ez most jót fog nekem tenni, tehát észszerűen kell ezt megtenni, és ez a legnehezebb, hogy jókor jó helyzetben dönts. Azt gondolom, most hamilton ez egy, ez egy zseniális döntés volt, meg volt rá a lehetőség, a Ferrari is lecsapott rá, ő élt vele, hogy, hogy egyébként ez hozza majd eredményt, hozza világban, egy címet, azt nem lehet megmondani, de ezt egy bátor döntésnek tartom, és egy logikus döntésnek független attól, hogy mi lesz a kimenete. Megvan a veszély annak, hogy a két brand gyakorlatilag kivaltja egymást. Mondtad, hogy a Ferrari ez maga a forma egy, a legsikeresebb csapat, még hogyha az elmúlt nagyjából két évtizedben nem is feltétlenül jöttek úgy a sikerek, ahogy szerették volna. Kim Reikő nem világbajnoki címe jelentette egyéniben a kivételt. Louis Hamilton pedig minden idők legsikeresebb Formula 1 pilótája. Maximum azon lehet vitatkozni, hogy az egyéb korszakok stárjaihoz hogyan viszonyul, és mondjuk a top 5-ben hanyadik. Igen, ez, egy, ez is egy érdekes kérdés, mert Hamilton önmagában egy nagyon erős karakter, és nagyon jellegzetes dolgai vannak a Formula 1-en kívül is, és ugye sok dologban vállal szerepet, meg sok dolgot próbál. A olyan sok dolognak próbál a lenni, amiből vannak dolgok, amiket ért, az ember néhány dolgot nem feltétlen, tehát ez is nézőpont kérdése. És ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy vannak versenyzők, akiknek fontosak bizonyos társadalmi szerepvállalások, vannak versenyzők, akik pusztán a versenyzésért vannak ott. És szerintem mind a kettő a maga remében rendben van. Tehát, hogy, hogy emiatt ők nem lesznek másmilyen versenyzők, nem lesznek jobbak vagy rosszabbak, ők így működnek, valószínűleg így tudják magukat tökéletesen hozni, és ettől, ezt, ettől, lesznek önmaguk. Tehát ezt Hamiltonnak megtiltanák, vagy felsztappent és alózott valami ilyenre kényszerítenék, egyiküknek sem lenne jó. És ezzel együtt viszont, miután Hamiltonnak elég hogy határozott véleménye van hogy egyébként a világról, és meg van egy elég hangsúlyos világnézete, a független attól most egyetértünk vele, vagy sem. Ez a Ferrari világával, vagy a mitoszával nem feltétlenül összeegyeztethető sokszor, vagy a legtöbbször. És ez lesz egy érdekes kérdés, hogy mennyire tudnak ők szimbiózisban élni egymás. Ugye Hamilton már beszélt arról, hogy a Ferrari egy csomó ügyét majd támogatni fogja, és ez nagyon fontos volt számára John Elkánnal, ugye a Ferrari-t birtokló vállalatcsoport elnökével beszél, hogy a Gianni Agnelli leszármazott főnökről beszélünk, aki nem magát a Ferrari-t, hanem a Ferrari fölötti csoportot igazgatja, és tulajdonképpen ennek megfelelően ő dönt arról, hogy vagy első, nem egyedül, de azért leginkább ő dönt arról, hogy kik hova mozduljanak a ferrari belül. És ez egy, ez egy fontos kitétel lehetett valószínűleg Hamilton szerződésénél, hogy ezeket a számára fontos ügyeket a Ferrari mennyire fogja felvállalni. Ez egy dolog, hogy a Ferrari ezeket megígérte valószínűleg neki, és erre biztos, hogy pénzt is kap majd ezekre a dolgokra. De azért az elsődleges a versenyzés lesz, hiszen a Ferrari-nál mindig minden előrébb van, a, vagy minden háttérbe szorul a versenyzéshez képest, az a lényeg. Habár egyébként minden más csapatnál, de különösen a Ferrari-nál az elmondható, hiszen önmagában, miután az utcai autóik eladásai nem attól függnek, hogy milyen típusú marketing kampányoknak mögé, mert hogy a Ferrari-nak nincs marketing kampánya, nincsenek fizetett hirdetései, számára a Forma 1 szereplés a marketing, és innentől kezdve az, hogy ott vannak és ott, hogy teljesítenek, azzal, ami alapvetően meghatározza az ismertségüket. Tehát a világ legismertebb márka nevéről beszélünk, úgyhogy nagyon nem kell bemutatni őket. Tehát bármit megtehetnek, bármit ki is tudnak fizetni, de ők, mint cégcsoport, vagy ő, ők, mint Ferrari, azért nem fognak megváltozni Hamilton kedvéért, vagy Hamilton sem fog valószínűleg megváltozni a Ferrari kedvéért. Lesznek surlódások? Hát az elején biztos, hogy nem. Az elején mézesetek lesznek, tehát az eleje az, az mindenki számára mennybe menettel lesz, amikor megérkezik Maranellóba, amikor először látod vörösbe öltözve, amikor majd először nem kifütyüli a hanem megtapsolja és, és éjjenzi. Mert Bizarr hogy így az működik. Az... Bizarr, de ez de így működik a világ, és láttuk már ezt számtalan példát, elég csak fettelik visszamenni, nem is kell annyira messzire, vagy alonzóig. De hogy ez egy érdekes felállás, és és nyilván surlódás, akkor lehet, hogyha eltelik egy éve, belemennek a második évbe, és mondjuk nem olyan a Ferrari teljesítmény, amire Hamilton gondolt, és úgy csöbörből vödörbe került most a mercedes -es helyzetéhez képest, és ugyanúgy a második, harmadik erővel versenyez, mert annál azért egy hátrébb nem tudom elképzelni a ferrari -t. Viszont ezt, ezt a Red Bull-t, amilyen szinten most a Red Bull teljesít, nagyon nehéz 26-ig elkapni. És azért mondtam ezt, hogy a 26-os év lett a vízválasztó, és valószínűleg Hamilton is arra célozhat, mert ha ott a Ferrari előre jönne első számú erőnek, akkor ott igazából a házon belül löklerre kell lemecselni a dolgot, és ahhoz azt gondolom, hogy megvan Hamiltonnak jelenleg a fegyverkészlete, hogy megvívjon, meg minden fegyveremben, minden párbajnemben egyelőre föl tudja venni a versenyt löklerre szemben. Gyorsaságban is időmérőn? Az időmérő gyorsaság az, amivel talán nem, de szerintem Lökler mindenkit megverne. Mindenkit felszappent, ez a bár, bárkit mondhatsz az egész mezőnyből, szerintem Lökler a legjobb egykörös pilóta. De ezek megint csak adottságok, és tudjuk jól, hogy nem egy körön dől el a verseny. Hányszor láttuk Hamilton úgy nyerni, úgy előre végezni a hogy egyébként rosszabbul kvalifikál, de, de a nagyon jó gumikezelésével és a jó verseny, versenyzői agyával és a, és a, jó verseny átlagával, amit a verseny le tud hozni, és ebben first nagyon nagyon egyívásúak, mégiscsak be tud darálni valakit, aki előtte egy sorral vagy kettővel rajtól. Tehát ez Löklernek nem jelent életbiztosítás, de hogyha mondjuk, és Löklert is mondjuk megnézném egy olyan autóban, amivel végig tud meccsen a WBC-mért, mert szerintem a Löklerben megvan a kurázs, és megvan hozzá tehetség, hogy világbajnok legyen, és ezért várom ezt egy nagyon nagy mesnek és egy óriási párosításnak a Ferrari-nál, hogyha tényleg összejön az, hogy VB címért mehetnek, hogy Lökler és Hamilton viszonya egymáshoz képest hogy alakul majd. Hogyan alakulhat Carlos Sainz karrierje? sainz most ez egy, ez egy érdekes szituáció, mert ugye most megtorpan és kikerül a, a, a nagy csapatból, ahova bekerül, de hát azért volt néhány éve, azért valljuk, befüggetlen bármitől, és Lökler mellett, ugyan. Hogy mondjam, nem kell elbújdokolni a szégyenében, hogy rosszul teljesített, mert nincs messze Löklertől, de Lökler jobbnál ez teljesen egyértelműen látszik. Nem sokkal, de minden mutatóban jobban teljesít Lökler. Pont annyival, hogy az egy világbajnoki matéria mutatója, a science -féle mutató pedig egy, egy jó, akár egy nagyon jó autóba első számú pilotaként bajnoki című és esélyes versenyző mutatói, de egy Lökler mellett már nem él meg, és ahogy nem él meg egy Verstappen, és nem él meg azt, egy Hamilton mellett sem. Russell mellett? Szerintem ott is elhasználna, de, de nagyon kis különbsége. Tehát Sainz tipikusan az, az, a versenyző, akit ha, ha ahogy Damon Hill világbajnok lett, vagy Jensen Button világbajnok lett, és egyiküket se írom le, félre ne érts. Tehát nagyon-nagyon jó pilotákról beszélünk. Tehát az egyszeres világbajnokok közé bármikor ott élhet Sainz egy kifejezetten jó autóval. Most mondok egy extrémet. Jön az Audi 2026-ban. Hát ez szerződtetik Carlos Sainzot, és kicsit válaszok is a kérdésedről, hogy merre lehet a folytatás Sainz számára és az Audi csinálja a legjobb motort, a véletlen úgy hozza, hogy tökéletesen betalálnak, akkor Carlos Sainz első szám Audi versenyzőként valószínűleg tökéletes helyzetben lenne az, hogy behúzon egy virágban egy címet, és tudná is, hogy hogy kell megcsinálni. De ahogy párosítod egy, egy extrém jó pilótával, egy extra klasszissal, ott mindig ki fog kapni egy másfél két tized másodperccel az időmérőn, és átlagban versenyeken is 500 adda, 800 adda, 12 századda. De ezt egy 24 futamos szezonra levetítve, ez egy látható különbségé válik pontokban is, ezt nem tudod kontrázni. Összességében mire számít az George Russellre a Mercedes építhet, úgy, mint vezérpilótára? Szerintem igen, abszolút megvan hozzá a tehetség, a teljesítménye, kell hozzá tapasztalat. Azért, ami látszik az elmúlt évek fiataljainak a megérkezését követően, hogy most Rászlán Norris meg Lökler akár, mondhatjuk a, a neveket. Felsztappen azért venném máshova, mert 17 évesen már a Forma 1 volt, és nagyon korán a mélyvízbe került, tehát hiába 26 és 3-szoros világbajnok, ő már igazán a nagyobb, nagy öregek közé kezd tartozni lassan, holott még azért messze van az, hogy a 30-et is alulról de a többiek teljesítménye az látszik, hogy mindenki piszok gyors, egy nagyon nagy generációt látunk versenyezni, erről szerintem már beszéltem is veled, hogy ezt majd 5-10 éves távlatban fogjuk tudni felmérni, hogy mennyire extrém ez a társaság, aki most a Form 1 ez mennyire sűrű, a minőség mennyire durván magasan van. Egyszerűen csak látjuk, és azt gondoljuk, hogy ez mindennapos, közben olyan versenyzők jönnek, mennek itt, akik mondjuk egy 15-20-25 éves távlatban ha kettő-három lett volna belőlük a mezőnyben, már akkor is kompletten a VB címér mehettek volna, és oda lett volna mindenki odákat zengene. Most egyszer vannak öten hatan a mezőnyben ilyenek, de az látszik mindegyikükön, és azért hoztam Löklert, t meg Rasszelt is példának, mert piszok gyorsak, kisebb csapatokban elképesztően jól mentek, vagy amikor fiatalon bemutatkoztak, rögtön nagyon magasra tették a lécet, de ahogy bekerültek, oda kerültek a győzelem kapujába, hogy már a győzelemért, a dobogókért kell meccseni, azt meg kell tanulni. Bármilyen jó vagy, bármilyen jó a veled született tehetséged, az adottságait, bármilyen gyorsan tanulsz, meg kell tanulnod a gumikkal bánni, meg kell tanulnod azt, hogy mikor támadj és mikor vegyél vissza, ez felsztappenek is némi időbe telt, és mindenkinek beletelik egy-két-három évébe, és ez az, időszak, amit Rasszennek az élen el kell tölteni. Most az a szerencsétlenség, az elmúlt két évben nem az élen töltötte, csak nagyjából az élen, inkább dobogókért harcolva, amikor tudott, és egy győzelemmel, de abszolút értelemben nem volt esélye. Viszont ez alatt bele tudsz szabad tanulni, hogy milyen az, amikor az első, vagy a második, vagy a harmadik helyre kell egy előzést megcsinálni, vagy egy védekezést megcsinálni, és miért az, amikor egy stratégiát maximalizálnod kell, mert tudod, hogy Ferstappen ellenmész, vagy Lökler ellenmész, és nem hagyhatsz benne körönként egy tizedet sem, mert akkor véged van. Hogyan néz ki az erősorrend? A bakrani tesztek, illetve a feltételezett kalkulációk, számítások, erőviszonyok alapján mire számíthatunk majd a szezonnyitón? Hát ugye rengetegféle becsülés van, a Ferrari volt a leggyorsabb, a, ha csak az időket nézett Bakreinben, ugye mögött a Mercedes pont russell aztán meglepetések van Joe a Zauberrel, és csak azután jöttek a Red Bullok, -ok. de hát teljesen más keverékeken más napszakokban. Az én számításaim szerint az összes köridőt megnézve a Red Bull azért egyértelműen az élen van, ráadásul nagyon könnyedén, és egy, egy teljesen új koncepcióval nagyon merészet húztak, és valószínűleg ez kellett is ahhoz, hogy ez az előny most meg legyen, amit most láthatunk majd szerintem az évelején. A Ferrari egyébként sokat lépett előre, de ez csak arra volt jó, hogy ezt a két-három tizedes lemaradását átlagban az időmérőkön úgy tartsa a Red bull szemben, illetve hát az, tavaly az évvége sokszor elkapták a Red Bull időmérőn, csak a versenyteljesítmény volt az, amivel mögöttük maradtak. Most az éve elején szerintem azért az időmérős erőny is a Red Bullnál lesz, de a Ferrari azért valamennyire közel került, hát hozzájuk bizonyos pályákon. Inkább az időmérőn, vagy inkább a versenyen? Inkább az időmérőn, a verseny megduplázódik, szerintem ez a két-három tized az inkább négy-öt tizedé válik a versenyen majd az évelején a Ferrari szempontjából, legalábbis Bachrémből indulva. Mire számíthatunk a többiektől? A McLaren óriásit fejlődött, igaz, nagyon méről indult 2023 elején, problémák is voltak néhány futam után, azért igencsak hát mences helyzetbe került Zach Brown csapatfőnök, és ugye Lando norris kapcsolatban is nagyon sok plegyka volt, hogy esetleg elhagyja a csapatot, és véget ér a hűségkorszak, de aztán a McLaren kijött ebből a csávából, és a dobogóért tudott küzdeni az év második felében. Most ott lehet -e a McLaren, és hogyan viszonyulhat egyébként a két Mercedes motoros nagy csapat a McLaren és a gyári Mercedes egymáshoz? Ez egy érdekes kérdés, mert az év vége fel a McLaren egyértelműen a második erő volt már a bajnokságban tavaly, és ebből úgy látszott, hogy egy nagy lendületben vannak, és én abszolút azt is gondolom, gondoltam egész a teszteket végigelemezve az utolsó pillanatig, hogy a McLaren lehet a második erő idén, de megnézem most azt, hogy hogy néznek ki, azt mondom, hogy az év eleje, az szinte biztos, hogy Red Bull Ferrari sorrendel indulhat, tehát hogyha abszolút erőviszonyokat nézünk, és csak a harmadik helyre érhet oda a McLaren, ott viszont annyira szoros a csata legalábbis az eddigiek alapján a McLaren, az Aston Martin és a Mercedes között én egy tizeden belül teszem őket, viszont egy elég jelentős lemaradásban a Red Bull mögött, tehát bőfél másodperc, inkább 7-8-9 másodpercre a Red bull -től. nyilván attól függően, hogy milyen pályáról beszélünk, milyen gumikon és hogy ki mennyire felteket motorra ment a, a teszteken. De az egy nagyon szoros csata lehet, részben válaszoltam is a kérdésedre a McLaren, a Mercedes, és akkor az Aston kapcsán hiszen mind a három csapat Mercedes motorokat használ. É, és innen nézve az egy nagyon-nagyon komoly daráról lesz, ezért, le, ezért is lesz nézhezete Hamiltonnak, mert nem csak Rasszelekkel megküzdjön, hanem Alonszal és a Piásztrival, és hát meglátjuk, hogy Stroll mennyire kapja össze magát, a tavalyak alapján csodálkoznék, hogy egyből ott lenne a meccsben, de nagyjából a szoros boly, a Red Bull Ferrari kettős mögött kicsit lemaradva, vagy kicsit nagyobb lemaradásban jön majd, de ez a három csapat lesz. A kis csapatok között hogyan alakulhatnak az erőviszonyok? Van -e egyértelmű nyertese a szezonnak, illetve az elmúlt néhány hónapnak? Egyelőre nincs, és az az, érdekes helyzetet elő, hogy ott is teljesen összetömörödött a mezőny, tehát az első ötöst követően a második ötös szinte teljesen együtt van, és azt kell mondjam, ha már kis csapatokat fogalmaztad, hogy a gyári Alpinak, akik gyakorlatilag a Renault gyári csapata Alpin néven, egyelőre utolsónak néznek ki. Tehát, hogy nem, hogy előre léptek volna a tavalyi hatodik helyről, hanem mindenki más, aki mögöttük volt, az egyelőre előttük tűnik, aztán lehet, hogy az évközbeni fejlesztésekkel szép lassan az ahogy illik is egyébként egy gyári csapatra, azért be fogják darálni a, a, privátokat. De hát egy hatodik hely azért az Alpinnak nem lehet igazából cél. De azt is vegyük hozzá, hogy mondjuk a pilóták nincsenek igazán jó viszonyban egymással, friss a csapatvezetés, és a motor eléggé gyenge. Ez egy katasztrófa szezon is lehet rossz esetben az Alpinnak? Abszolút, ez lehet, hogy egy ha hajó lesz, és uh, Okon és Gasly is majd menekül, amerre lát, és amennyire lehet, megpróbálják megcélozni például a Mercedes szabadon marad ülését, amit Louis Hamilton hagyott a Ferrari szerződése miatt. Ez egy érdekes helyzet, mert két szerintem nagyon jó pilótájuk van. Tehát például a nem igazán érheti szó a ház elejét. Legfeljebb az, hogy mondjuk Okon nem túlságosan szereti a csapattársait. Igen, de ettől függetlenül a teljesítmény ezt nem látod. Tehát nagyon ritkán lépnek egymás csuk szemére, és azért alapvetően azért, kell behúzzák az eredményeket. Ha megnézed a tavalyi két dobogójukat, Monakóban Okon olyan hétvéget ritkentett, hogy azért azt, azt már lehet mutogatni tíz év múlva is, hogy azért ez egy ilyen autóval, ilyen csapatnál azért ez egy extra teljesítmény. Gázt is tavaly egy dobogót. Szóval szerintem őket nem nagyon lehet megszólni, ők kihozzák a maximumot. Itt az, az, autó, a fejlesztő, a technikai háttér, a csapatvezetés hiánya, most megint ugye egy csomó új ember a csapat élén össze-vissza variálják magukat, nem igazán találják az irányt, abban most picit lenyugszani látszanak a kedélyek, de ebben mindig bennem, hogy az elején egy kicsi időt kell nekik hagyni, és pont ezért is gondolom, hogy ők most nem hazudják azt, hogy rosszul állnak, ők tényleg rosszul állnak. Tehát az van, ami látszik, és nem is nagyon próbáltak ezt színezni. És ehhez képest mondjuk hozzá képest, akik örülhetnek, az Auber mindenképp, akik ugye most már az Alfa Romeo-ből vissza vedlettek Zauberré, vagy hát Kik Zauberé, de hagyjuk is a szponzori neveket, mert van belőle elég. Szóval az Zauber most két évig Zauber gúnyában megy, aztán lesz belőle Audi, és ők egyértelműen előre léptek. Ugye James Key visszaérkezett a csapathoz, hosszú kerülő út után, és az egykori csapatánál tervez megint technikai igazgatóként. Azért voltak mellényúlásai, de a nagyobb nevek közé tartozik, és nagyon tapasztalt technikai igazgató, pedig még mindig fiatal. Ő azért itt hozhat változást, és ez az autó egyébként nagyban változott a tavalyihoz képest, elég jó irányba ráléptek arra az irányba, amit a, a, Red Bull diktált tavaly, és abból meghoz, megpróbáltak kihozni a legtöbbet, legalábbis a ránézés elég merész az autó, sokkal inkább egyébként, mint például az Alpin. És náluk látszott is a fejlődés, ha bár ugye az a végén a Joe által futott negyedik legjobb idő, azért az egy elősen optimális, az utolsó pillanatokban a leglágyabb, vagy az addig futott leglágyabb keverékükön elérhető időmérő szimuláció volt. Milyen így van. Egy, 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 olyan aranykör, amivel úgy megmutattad magukat, megmutatták magukat, hogy nagy gyerekek itt van, egy picit a motivációt a csapaton belül is felélesztetik, de az Auberre mindenképp számolni kell a középmezőny elejébe. Tehát a, úgy fogalmazik a követőből elejében, most egyértelműen az látszik, hogy ketté szakad a mezőny, az első ötös és a második ötös, és az első ötösön belül is ugye a Red Bull és a Ferrari jobban ellépett. Az Auber mellett egyébként még akiket pozitív szempontból kell kiemelnem, azok a ház, akik maguk is azt mondták, még januárban az autó bemutatója akkor, hogy ők az utolsó helyre várják magukat az év elején, nagyon el vannak maradva, nem állnak jól, nem értették meg gumikopás problémáikat. Ehhez képest nyilván egykörös tempóban tavaly sem voltak rosszak. Ők emberek számtalanszor be, be tudott jutni a Q3-ba, és most is az látszott egyébként a tempójukon, hogy ott vannak az Auberrel, az egykori Alfa akik most már idén ugye RB, vagy hát Visa, RB néven versenyeznek, és a Williams-szer együtt, tehát az Alpint még ugye soruljuk azért oda bármennyire a végére rakom ennek a listának, vagy sornak őket. Szorosan együtt ez a brigád, és ez azért meglepő, mert ugye azért, hogy befejeződött az év, az Alfa volt egyértelműen jó lendületben, és a Williams épp hogy megmentette a hetedik helyét, és ebből azt gondoltuk volna, hogy a Red Bulltól még több alkatrészt átvevő testvércsapat biztos, hogy előrébb fog lépni. Ehhez képest most a teszt eredmények alapján inkább az látszik, hogy maradnak ott küzdelemben nyilván szorosan, de, de egyelőre nem tudnak elhúzni ettől a követő bolytól. Sergio Perez szerepe a Red Bullnál mindig kérdés, van, aki azt mondja, hogy nem lenne már ott a helye a csapatnál, hiszen óriási a hátránya Max Verstappenhez képest. Hogy látod, mennyire alakulhat ez, közelebb érhet -e, és egyáltalán mennyire reális cél, hogy még mindig VB címről álmodjon a mexikói? Nem reális cél számára szerintem a világban egy cím, de ezt nehéz versenyzőként ezt a béket. Tehát úgy egy évnek neki hogy úgyse tudok nyerni, nem lehet, és valószínűleg a motiváció fenntartásod az, az, kell, hogy mégiscsak valahol titkon bíz benne. A legjobb autó ő alatta lesz. Ez egyértelmű. A másik legjobb autó alatta lesz legalábbis az eddigiek alapján. Azt gondolom, hogy Perez akkor jár jól, hogyha megpróbál így, hát nem hogy futamonként menni, mert az meg túl kis szeletre vágja a 24 futamos szezont, de mondjuk úgy hármasával, tehát ami még úgy belátható távolság, és azt mondja, na, akkor következő áron versenyt fejben megpróbálom úgy, úgy, bevonzani, rákoncentrálok ezekre a pályákra, mik az erősségem rajta, egyetem a nekem fekvő pályák. Az évben én szokás szerint jönnek a neki fekvő pályák, ugye május végéig, június elég általában azért a nagy részét lefutják azoknak a versenyhelyszíneknek, ahol, ahol ő nagyon jól érzi magát. Illetve most Baku átkerült a szezon második felére, tehát ott lesz egy billenés kicsit a mérleg nyelvén. De hogy ebből azért mindenképp egy erős szezon kell hozni. Abban is bíznia kell, hogy talán felszappen történik. Valami ez nem szép dolog, de versenyzőként ez megbocsátható, hogyha belül magadban benne van egy olyan is, hogy háta lesz egy kiesés, háta jár elront valamit, vagy megállhat az ott, és akkor hozhatok rajta akár 25-26 pontot. És akkor azt már el kell kezdeni valamilyen szinten beosztani, még akkor is, hogyha egyébként arányaiban többször kapok kritikát tőle. Amire nagyon kell, peres figyeljen, hogyha a mögött is ér célba, mindig mögött ér ilyen célba. Tehát a második helynél ne végezzen rosszabb pozíciókban, mert onnantól jönnek a nagyon nagy lemaradások, a nagy szakadék ott kezd kialakulni, amikor befér elé még egy, vagy kettő, vagy három másik autó. Ahogy és... tavaly nem egyszer, ugye a rossz periódusában gyakorlatilag az év közepén, hogyha Igen. ezt egy elnyújtott középső résznek tekintjük, amikor perez az időmérőkön gyengelkedett, volt olyan, hogy a Q3-ban nem jutott be egymás után hosszú futamokon keresztül, hosszú verseny hétvégéken keresztül, és ugye végül, ha nem is volt igazán közel hozzá Hamilton, de azért mondjuk az ősz elején még meg volt az esély annak, hogy Perez nem is lesz második. Abszolút, neki abszolút a saját, saját magát a kitalált módon kell a lehető legtöbb esőt meg hagynia magának arra, hogy talán harcba lehessen a virágban, szerintem így a legpontosabb a megfogalmazás. Tehát, hogy kart ki kard ki akar menni Fersztappennek, az pont olyan, mint amit neki akarnak menni valamelyik nehézsúlyú boxolónak. Tehát valószínűleg esélyük nem lenne, két ütés bevihetnénk, az sem rengíteni meg őket. Pereznek okosan kell játszania. az okos játék pedig az, hogy megpróbálja maximalizálni a saját jó pályáit, és ott a lehető legjobb eredményt elérni, és megpróbálni megverni Fersztappent, hogy tavaly Bakúban meg tudta verni Kiki meccsben, de az egy volt az egész szezon során, ugye a Jedi győzelem az már Fersztappen időmérős technikai gondjának volt köszönhető, de azt is be tudta húzni. És ezeken kell úgy végigmennie, hogy amikor lehetősége van rá, maximalizálja, behúzza a győzelmet, és a rossz hétvégén, vagy a kevésbé fekvő hétvégéken pedig valahogy a második helyre fölérjen, mert így matematikai szempontból nagyon sokáig életben tarthatja az esélyét, és elég egy felsztappen kiesés, amivel nagyon gyorsan megint csak sok pontot hozhat rajta. Ezzel előre egyébként nagyon nehéz kalkulálni egy 24 futamos szezonban, de máshogy szerintem ezt nem lehet lejátszani, csak így, ha peres szempontjából nézem. Lehet-e olyan helyzet, hogy kirúgják szezon közben? Nem, nem tudom elképzelni. Tehát ahhoz annyira alul kéne teljesítenie, hogy másodperceket kéne kapjon az időmérőkön, és, és nem, hogy a második helyet ne hoznia, hanem dobogókra sem feljutni és mondjuk az összetetbe visszaesni negyedik, ötödik, hatodik helyre, akkor el tudom képzelni, hogy annyira elszakad a célra a Red Bullnál, hogy akár közben a nyári szünetet követően lecserélik. De hát ennyire nem rossz perez. Ennyire viszont nem rossz perez, pont ezt akartam mondani. Tehát még mindig azért az ő átlag áll a legközelebb Ferstappenéhez, még akkor is, ha nincs hozzá közel, ugye 5 6 es átlagos lemaradásban az időmérőkön. De azért, amikor ott a helyzet, azért biztosan hozza a pontot, maga biztos pontszerzés, ez a legfontosabb egy csapatnak, egy nagy csapatnak, hogy bármi történik, a másik versenyzőt hozza a pontokat. Ne, el, ne eldobja, ne, minden második versenyt szerezzen csak pontokat. Ne csak a nagy pontokat szerezze meg, azt szerezze meg, amit meg lehet, de az biztosan 10 10 -szer. És azért Perez erre jó, egy kicsit hatékonyabbá kell tennie a pontszerzését, a pont hogy, hogy masszívabb pontokat szerezzen. De hogyha ezt megteszi, akkor nem, hogy a 24-es befejez, 24 befejezés kérdés számára azt gondolom, hogy egy picit közelebb tud kerülni a és csökkenti az átlagos lemaradását az időmérőkön, és sokkal biztosabban hozzák vele a konstruktori címet, akkor a 25-ös folytatás sem elképzelhetetlen számára. Ha nem maradhat, akkor kikerülhet a helyére? Ki lenne a legjobb Max Verstappen mellett? Ez egy, ez egy, jó kérdés, hiszen sok embert el tudnék képzelni mellett. Ugye Norris nem jöhet szóba, mert hosszabbított a McLaren-nel, nem jöhet szóba, mert hosszabbított a ferrari -val. Science visszakerülhet? Science akár vissza is kerülhet, na bár ők legendásan nem voltak jóba egymással, hát két dudás, egy csárdában esett a fiatal, ugye egymás mellé kerülve a Toro 2015-ben, de azóta sok víz lefolyt a Dunán, meg az összes többi folyón, és tíz év távlatból, tíves, tíz éves, távlatból lehet, hogy szánc helyébe elgondolkodnék rajta, hogy hát egy fene, mégiscsak meg kellene fölni Ferszapennel, a saját csapatába, de azért egy olyan autóba ülhetnék, ahol azért komoly esélyeim lennének arra, hogy akár nyerjek, úgyhogy ez benne lehet a paklima. a kérdés, hogy ezt mennyire akarja a Red Bull bevállalni. Ennél nagyobb esélyt látok arra, hogy Albon legyen az, aki visszaül, aki megint csak visszaül, ott megint csak lehetne egy ilyen visszatérés. Visszaülhet Daniel Ricardo? Ricardo nem tudom elképzelni. Nagyon, ez egy érdekes téma, ugye sokat felvetik, hogy sokan felvetik, hogy, ugye Ricardo azért került oda, hogy esetleg visszavigyék, hiszen ők jobban vannak Ferstappennel, Ricardo, mintha már elfogadta volna azt a helyzetet, hogy Ferstappent amúgy is nehéz megverni, de még van benne annyi. Én azt gondolom, hogy Ricardo nem lesz könnyű dolga Cunodával szemben idén az egykori Alfataurinál Taurinál vagy a Visa RB nél és Rikárdó teljesítményében én már nem látom azt a, azt a pluszt, ami benne volt még 2016-17-18-ban, amikor frissen mellé került Fersztappen. Lájn van fantázia? Lózonban van fantázia, Lózonak viszont kellene még egy évet adni valahol a, a, a kisebbik csapatnál. Tehát Lózonnál azt gondolom, hogy 25-re beülhet, vagy Cunoda, vagy Rikárdó, mellé, attól függ, hogy ki távozik attól a csapattól 24 végén. És hát most ugye cunoda nem kerül szóba, de cunoda tud még egyet ami nagyon nehéz csavarni a teljesítményen, és a megbízhatóságát, különösen a forró fejűségét lehűteni, akkor egyébként azt sem tartom teljesen elképzelhetetlennek, ha bár egy nagy csavar lenne, hogy Juki Cunodát egy évre bedobja Ferstappen mellé a Red Bull, hogyha, ha úgy érzik a dolgot, de ez Cunodának is nagyot kellene vagy komolyat kellene lépnie a teljesítmény szempontjából, főleg verseny teljesítmény szempontból. Ha de szerintem... talán kommunikációban is, mert ugye annyira forró Igen. fej, hogy ez a csapattal való kommunikációjára Igen. is rányomja Igen. a bélyegét. Abszolút igazságot kell magára erőltesse, vagy valahogy magára vegye. Rikárdon mondom, azt érzem, hogy nincs már meg benne az a teljesítmény, de hogyha meglep és ezt megcáfolja, akkor a Red Bull abszolút vele is számolhat. És én azért még nem hagynám figyelmen kívül egyébként Pierre Gasly-t sem, aki tudom, hogy megint csak ugyanaz a szituáció, már el is engedte a Red Bull, ott van az Alpinnál, de az Alpin problémáiról beszéltünk. Gasly onnan, ha úgy alakul a helyzet, akkor lehet, hogy menne. És ő is azért megmentette a karrierjét, és egy nagyon komoly belépővel azért okonnal szemben azonnal fölvette a versenyt az Alpinnál, sőt, időmérük, ha nem is nagy arányban le is győzte. Úgyhogy kérdés az, hogy mennyire akar a Red Bull egy, vagy két olyan folyóba lépni, ahol már jártak, Álbon vagy Gászli, ugye mindketten voltak már Ferstappen csapattársai, és megégették magukat, vagy egy új emberrel kísérleteznének, akár egy bátrabb lózanos szerzőtetése, vagy például bevállal a Carlos Sainzot. Megszokhattuk már, hogy a világbajnokok, ha kihagynak, akkor is visszatérhetnek. Mihály Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso egyaránt kihagyott, és aztán visszatért, még hogyha nem is feltétlenül a korábbi fényében. De visszatérhet -e Sebastian Vettel? Ugye hát a Mercedes kapcsán merül fel a kérdés, vagy hát sokan kezdték pegykeni Hamilton Ferrari szerződés a bejelentését követően, hogy jó fettenek itt a remek alkalom, hogy visszatérjen. Azt gondolom, hogy erre semmi esély nincsen, sőt erre azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden pénzem felmerném rakni, aztán majd számon kérhetsz, hogyha mégis úgy alakul. fettele teljesen kiégett. Tehát amit látunk rajta a pályafutás utolsó éveiben, az a teljes kiégés minden szempontból. Motiválatlan volt, nem volt már meg a tempója, a úgy, ahogy elbánt, de hát látjuk, hogy hogy bánik el Alonso és csomag még mindig megkérdezik, hogy Alonso vajon hol lenne egyébként Ferstappenhez, vagy, 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 vagy Löklerhez, hogy Hamiltonhoz képest 42-43 évesen. Azért látjuk, hogy nagyon éles még mindig. És gyakorlatilag feltörli a padlót, felmossa a padlót Strollal, azzal a Stroll, akivel Fettel úgy, ahogy elbánt, de hát azért nem mosta föl vele a padlót, és az zongrázni lehet a különbséget. És Fettel az ott a kihagyott most már több évet, és amire visszatérne, még egy plusz év ott lenne kihagyásban. Minden egyes év kihagyás, nagyon sok tapasztalat vesztés, az aktuális gumikat, az autók aktuális viselkedését, sok mindent tekintve, és ne felejtsük el, ott van három gyerek, Sebastian Fettelnél otthon, meg a feleség, akik miatt, eleve akik miatt az egész döntés megszületett, hogy ilyen korán a pályafutását. Én nem tudom elképzelni, hogy ő még egyszer neki veselkedjen. <kül> ha látta az elmúlt időszakban, azért szedett is magára jó néhány kilót. Így van. Tehát egy csomó olyan dolg dolgot újra kéne indítson, amitől megint profi formegyes versenyzővé válik, úgy, hogy az utolsó éveiben már a teljesítménye abszolút lefelé tendált, és nem látszottak azok a jelek, hogy ő még meg tudná magát rázni. Szerintem nincs olyan csapat, főleg nem a Mercedes, a, a, aki bevállalná fettet úgy, hogy egyébként számos jó fiatal pilóta között válogathat rá mellé, egyértelműen nem a jövő fettel, és de még csak a jelen szempontjából se gondolkodnék rajta. Nem beszéltünk erről az elmúlt években, de egyébként milyen fizikai teljesítményre, milyen fizikai paraméterekre, edzettségre van szükség ahhoz, hogy valaki Formula 1-es autóba ülhessen? Hát a mai szinten gyakorlatilag olimpikonnak kell lenned, mert máshogy nem fogod tudni ezt uh, végigcsinálni. Erre a jó példa Logan Sargent, aki tavaly debütált ugye a Forma 1-ben, a Forma 2-ből érkezett, és egy fiatal pilotáról beszélünk, aki egy jó jókítésű srác, tehát nem is a, mondjuk a Cunoda féle 160 centis, ugye a Cunoda egyébként a, maga alacsony méreteihez képest egy jókítésű gyerek, de azért ő is például rendesen rát idén arra, hogy egy picit még több izmot szedje magára. Sargent 5 kilóval több izmot szedett magára tavalyról idénre, és megváltoztatta teljesen megváltoztatta az edzés munkáját, mert tavaly, ha emlékszel, volt az egyetlen, aki a Katari, a nagyon meleg Katari nagydíjon kiállt, nem bírta, feladta a verseny, mert majdnem elájult az autóba. A többiek is rosszul voltak, de így vagy úgy megcsinálták. És ebből látszik, hogy hogy nem elég egy átlagosan jó edzettség, elképesztő módon edzetnek kell lenned, és specifikusan ezekre a hatalmas oldal előkre és a nagy hőterhelésre kell edzened, mert önmagában semmit nem ér, hogy le tudsz futni egy maratot, lehet, hogy attól még a formányos autóban fél táv után véged van. Ami pedig az autókat illeti, melyik mennyire hasonlít egymásra? lehetnek -e esetleg érdekes becézések, mint az elmúlt években? Pink Mercedes, meg ilyesmi. Technikai szempontból, hát a, Red Bull féle irány az most az emérvadó, amit eddig a Red Bull az elmúlt két év során kialakított, azt nagyjából a mezőny nagy része átvette. A Mercedesnek vannak egyedi megoldásai az ideje után, a Ferrari-nak Ferrari is vannak azért egyedi megoldásai, annak ellenére, hogy ők is azért idomultak valamennyire ez a Red Bull által elkezdett irányhoz. Ez, ez annyit tesz, hogy nagyon, nagy elképesztő mögön alá, alávágott szekrényekről beszélünk, magasra emelve, és amennyire lehet karcsúsítva, fölőre húzott centrális hűtőzónákkal, tehát picit a pilóta feje mögötti motorborítás lett vastagabb, mindenkinél vaskos oda került több hűtőelem. Alapvetően ami a legnagyobb változás az, hogy a Red Bull tért le erről az irányról, a utat a járatanért elhagyta, és a saját magát a kitaposott ösvénől letért, és egy teljesen másik irányt, ami korábban egyébként a Mercedes által elhagyott nem működő tervezési filozófiához hasonlít, nem teljesen, de az alapvetően, ha ma megnézzük az idei Red akkor felfedezhetünk rajta olyan jeleket, ami a két évvel, vagy az ezelőtti, vagy a tavalyi Mercedesre hajaz. Összességében vannak ugye visszatérő versenyhelyszínek, vannak olyanok, amelyeket már megszokhattunk a naptárban, de ha minden jól alakul, akkor 24 verseny vége lesz 2024-ben, és lesznek ugye már itt az év elején szombati versenynapok, futamok is. Mennyit befolyásolhat maga a lebonyolítás az, hogy például lesz őszi szünet is a végeredményen? Igen, lesz egy hónapos őszi szünet egyébként szeptember vége és október vége között. Ez egy nagyon furcsa és szokatlan megoldás. De szerintem a csapatoknak jól jön majd, nem is elsősorban a versenyzőknek, hanem a csapattagoknak, a szerelőknek, a mérnököknek, az utazó stábnak. Nem lesz egyszerű. December közepéig tart szinte megint a szezon, tehát egy nagyon hosszú szezonról van, az ugye mondtad ezt a 24-et, korábban is tervezett 24 futam az első, előző két évben, csak különböző okok miatt nem lett meg belőle a 24 futam. Idén elméletileg visszatérhet Kína, Kína is 5 év után. És Ibola is. és Ibola is megint lesz, hogyha nem lesznek megint áradások, de hát azért remélhetőleg nem. Ez egy nagyon-nagyon sűrű szezon, és ezt nagyon okosan kell felépíteni. Versenyzői szempontból is, és csapat vezénylési szempontból. Tehát mondjuk a csapatvezető vagy, akkor nagyon kell arra figyelni, hogy, hogy ne égjenek ki például a kulcsfontosságú embereit a csapatban, a mérnökeid, azok a fontos szerelők, azok a fontos csapattagok, akiket tényleg szükséged van, akik az alapvető építőkövei egyébként a sikernek mindenkinél. És itt a 24 futamnál abszolút előfordulhat már az, hogy elkezdenek állni bizonyos pozíciókban embereket. Tehát, hogy nem mindig minden mindig ugyanaz az ember utazik arra a feladatra az adott versenyét végekre, hanem mondjuk 12 versenyt csinál meg az évben, és egy másik ember megcsinál másik 12-t, vagy ő mondjuk megcsinál 15-18-at, de hogy valamennyire termentes is dőket, hogy az igazán fontos szakaszban legyenek nagyon élesek, hogyha úgy hozza a helyzet. Ezt majd megint a szezon dönti el, meg hogy melyik csapatnak mik lesznek a prioritásai. Versenyben lesz-e, győzelmekért, bajnoki címért versenyben lesz -e, fontos konstruktőri pontokat jelentő helyekért, vagy pénzt jelentő helyekért, vagy sem, vagy a senki földjén lesz. Ha megnézed a tavalyi Alpin helyzetet, úgy voltak hatodik, hogy hatodikok, hogy se előttük, sem mögöttük, senki nem volt. Tehát ha valaki ilyen cipőbe jár, ott, ott bátran hozzányúlhat ahhoz, hogy az embereket rotálja, hogy kevésbé terhelje, hogy kicsit lazábbra vegye, mert igazából nem, nem nagyon van, hatalmas játéktere van, és nem nagyon van kockáztatni valójában, vagy nem kockáztat vele semmit, miközben mondjuk, ha az utolsó futamig versenyben leszel bizonyos pozíciókért, akkor kénytelen leszel megfeszülni, és megfeszíteni a saját embereidet is. Mennyire amerikanizálódott a Formula 1 a Liberty Media évei alatt? Szerintem nem sokat, nem annyira, mint amennyire itt sokszor felvetik vagy azt gondolom, hogy divattá vált rögtön azt rá, most a forma vagy amerikanizálódott. Nem tudom, hogy mire gondol ez alatt, aki erről ír, vagy erről beszél. Hát csak úgy, nyilván arra, hogy a show business szerepe akár a versenyzés felé nő. De ez miben nyilvánul meg? Tehát a versenyeket ugyanúgy megtartják, Ugy, ugyanaz a versenytáv, ugyanúgy pontozzak. Sőt, több futam van, mint eddig. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi jelent többet, több verseny van, mint eddig bármikor, tehát akkor többet számít a sportérték, hiszen még több futamot megyünk, és nem azt mondták, hogy csapjunk egy tíz futamos szezont, és a másik tíz futam meg divatbemutatóról szól, meg tüzi tűzijátékoz, játékozunk, és a versenyzők overáját fogjuk pontozni. Las Vegasban ugyanakkor elég sok a show elem, de hát nem is várhattunk más. Igen, ar arra szerintem egyébként kárvitát nyitni, hogy a Liberty Media, média azzal növeli a forma értéket rettentő módon, amióta átvették az irányítást, és különösen az elmúlt négy-öt évben a, a Covid-dal kezdődően. Érdekes, pont a Covid hozott egy olyan töréspontot benne, ami, ami, pozitívá vált, eh, pedig az nagyon nagy veszély volt az sok csapatra nézve. De mégis eh, ezt nagyon jól meglovagolták, szerencsésen jöttek ki belőle, azóta elképesztő mondom, nő a nézettség, eh, a televíziós nézettség, meg a helyszíni nézettség is, és, és egyre nő a bevétel, ami az elsődleges célja a csapatoknak is természetesen, hiszen abból élnek és abból gazdálkodnak. Eh, ha innen nézzük, akkor persze egy csomó olyan elem belekerült, a Drive to Survive, ugye már hatodik évada megy, nemrég mutatták be azt a hatodik évadot, és egy csomó olyan dolog van, amikorában korábban nem volt Bernie Eccleston idejében. Na de hát a kérdés az, hogy ez jó vagy rossz. Az ízlések és pofonok, mert hogy kinek mi? Kinek a pap, kinek a papni? Tehát egy szeretik a Drive to Survive-ot, csomóan ki nem állhatják. Csomóan nem tudják a helyén kezelni, csomóan teljesen komolyan próbálják venni, ezt nem lehet. Tehát ez egy, ez valahol egy mese, ami megpróbálja ezt a sorozatot bemutatni, de főleg az új belépőknek szól, annak íródik, hogy hogy elkapja egy csomó ember ennek a hangulatát, hogy megszeresse ezt az egészet. Ki kell kicsit színezni a sztorit. Remélem, amikor elmegy valaki a moziba, akkor nem vesz minden filmet komolyan, vagy egy, egy dokumentum reality sem vesz teljesen százszerzalékra. Ettől még azért nagy részt a valóságot tartalmazza. És az, hogy ez hogy prezentálja a Liberty, az eltér attól, hogy ezt a prezentálta, de számtalan pozitív dolgot is mondhatnék szemben azzal, amit sokan mondjuk soknak éreznek, vagy túlzásnak éreznek az amerikai prezentálás szempontjából. Én is megmosolgom ezeket a, speakerek által bemutatott versenyzői bevonulásokat hatalmas ültözések keretében, meg konfettivel, meg mindenféle e, csillagszóróval meghintve, ez mind porhintés, és mind csak a körítés. Előre kell tudni csupaszítani a lényeget, ami ott van. Ugyanott van, és szerintem mindenki megtalálja ebben a, a magának fontosat, a forma egy nem veszett el, csak egyszerűen egy picit máshogy öltöztetik. Számomra egyébként ugyanúgy megvan a, a, a lényege, mint eddig megvolt. A hungaroringi versenynek milyen szerepe lehet hosszabb távon a Formula 1-ben, a Liberty alatt? A form. Szerintem a hungaroknak jól áll a szénája most is, ugye az átalakulás az zajlik most is, 2026-ra újul meg teljesen a pálya, gőzerővel teljesen felbontva minden, nem tudom láttad, de most talán kint voltál azon a sajtótájékoztató, amikor ugye a két alagút látszik éppen, amit a célegyenes alá fúrnak, mert hogy megszűnik a közlekedő híd és két közlekedő folyosó, vagy alagút lesz a pálya alatt, ahogy a modern pályákon ez már megszokott, és egy csomó minden megváltozik, most bele sem mennék, mert nem lenne elég rá egy másik adás időnk sem. De hogy alapvetően a Hungarian nyilván hosszú távra készül, és ez is volt az elvárás, ezért is jönnek ezek az átalakítások, hogy, hogy sokáig a Forma 1 legyen. Én azt gondolom, hogy 2036-ig rendben leszünk, a szerződés jelen pillanatban nem szól még 2036-ig, de, de az ígéretek igen, és azért általában, amit a a Forma egy megígér, ez úgy is van, és a, jó kapcsolatok azért különösen sokat számítanak. Itt azért a nagy meglepetés szerintem nem érhet minket ilyen szempontból, hogy hirtelen elveszítjük a magyar nagydíjat. És egy ennyire megújított és modernizált pályán szerintem, ha megnézed a mostani szerződés hosszakat, általában azért tíz évekre kötnek most már új pályákkal, úgyhogy nem hiszem, hogy a hungarinknak ilyen szempontból mondjuk középtávon félni valója lehet. A helye az rendben van. Még ha egy kicsit előrébb is jött, ugye a belga nagydíj a Holiday Grand Prix, de legalább ebben az évben nem ütközik a nyári olimpiával. Abszolút, és hogyha megnézed a versenyzőket, egyébként nagyon szeretik a Hungarringet. Tudom, hogy egy kicsit még azt gondoljuk, hogy mindenhol haza beszélnek, és mindenhol minden rendezőnek elmondják, hogy mennyire szeretők idejönni, de ez nem így van, ha megfigyeled. Vannak pályák, ahol az átlagnál sokkal többször szóba kerül, és ha, ha a napokban ment le pont Max Verstappen interjúja az M4 és ott is szóba hozta, hogy mennyire szereti a Hungarringet és a úgy van ideje, akkor eljön de akár GT autót vezetni, vagy más típusú autót, mert annyira technikás, és egy csomó minden dologra megtanít, és ezzel abszolút egyetértek, nyilván számtalan kört megtettem magam is a Hungaroringen már a versenyzői pályafutásom alatt, és, és a versenyzők ebben abszolút egyetértenek. Tehát vannak pályák, amiket jobban kedvelnek, nem biztos, hogy ezek a jobban versenyezhető pályák, vagy a nézőként jobban élvezhető pályák, de a versenyzőnek csak az számít, amit ő belülről érez, és ilyen szempontból a Hungaroring biztos, hogy ott van a, a, az első harmadban, hogyha dönteni kellene a versenyzőknek. A különféle Formula 1 technikai fejlesztések az elmúlt években mennyire kerültek át az utcai autókba? Kevésbé, mint korábban, vagy máshogy, mint korábban, hiszen az utcai autózás is nagyon megváltozott. Ugye? Abszolút az elektromos irányba megyünk, ha bár most megint jön talán egy nagy kézifék behúzás a napokban jelentette be a Mercedes, hogy szakít ezzel a 2030-as csak elektromos autós gyártási tervével is tovább folytatja a dízel és a benzines motorok fejlesztését, és szerintem rengeteg más autógyár dönt majd így, mert hogy egy abszolút hibrid jövő jön, ami nem csak azt jelenti, hogy a hibrid motorok lesz a jövő, hanem mindenféle motorok lesz a jövő. Jövő a belső égésűtől az elektromoson át, akár a hidrogénhajtásig jön majd itt még egy csomó minden, ugye a tüzelőanyagcella, és aztán a szintetikus üzemanyagok is, szóval nem tudjuk, hogy merre vezet az iparág jövője, az autóipar jövője úgy egészében, és ennek megfelelően ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az, amit át tudnak vinni a Forma technológiailag. Azt gondolom, hogy ami egyébként megvalósítható, és átmenthető, azt ugyanúgy az autógyártók azért átviszik, és abból profitálnak. Ha nem is egy az egyben, nem is ugyanazokat a megoldásokat, de azokat a technológiákat, amiket kidolgoznak a Forma 1-ben, akár súlycsökkentésre, akár a belsőgési motor optimalizálására, a még jobb volumetrikus hatások elérésére, stb. a, többi, és a többi, meg a termikus hatások elérésére, <kül> az biztos, hogy bevetik. És itt vagy ott, meg amott te már vezeted, vagy holnap, holnap után, vagy azután vezetni fogod. És ugyanúgy a hibrid rendszereknek az elektromos megoldásait, hajtáslánc megoldásait, meg az elektromos autóparkjukban fogják, vagy a hibrid hajtásláncaiknál fogják amatoztatni. Tehát bizonyos formában most is lepereg, lecsorog oda, de nem annyira közvetlenül, mint mondjuk 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt. Visszatérve a 2024-es Formula 1-es szezonra, van-e érv Max Verstappen ellen? Nincs nem tudnék olyat mondani, hogy miért ne fák. Max Verstappen a világban, ha csak nem sérül meg évközben, ahogy mondjuk Lance Stroll a csuklóját, kerékpározás közben vagy bármilyen balesetet szenved. Nyilván nem kívánom neki egyik versenyzőnek sem. Tehát, hogyha minden rendesen lemegy, akkor, akkor nagyon-nagyon merész dolog lenne Max Verstappen ellen fogadni. Tökéletes formában van, elképesztő maga a versenyhez, és azt gondolom, hogy idén is a legjobb autóban ül, úgyhogy maximum kihívói lehetnek néhány futamon, de egy egész szezon tekintetében szerintem senki nem tudja felvenni vele a versenyt. És van esély arra, hogy felülmúlja a szenzációs 2023-as évét? Mindannyiunk érdekében abban bizom, hogy nincs, mert akkor egy izgalmasabb szezon elében nézünk, ha csak néhány futamon is, de akkor meg tudják szorongatni, és meg tudják venni felsztappent, és akkor nem lesz ekkora győzelmi sorozat, mint a tavaly, ugye 19 futamot nyert a 22-ből, a Red Bull meg csak egyet engedett el összesen, hogy a Science nyert Szingapurban, azért abban bízom, hogy legalább 4-5 futamot mások is el tudnak csípni a Red Bull elől, de még az is 18-19-20 Red Bull futamgyőzemet jelentene. De hát egy ilyen korszakot járunk, megkaptuk ugyanezt Mercedesből, korábban Red Bullból, azelőtt a Ferrari-tól, most megint egy Red Bull korszakot élünk, 2026 lehet a megváltás. Köszönöm szépen, Gábor. Én is köszönöm. Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.